segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Az Úr legyen veletek! A boldogságos mindenkor Szűz Mária közbenjárására áldjon meg benneteket a mindenható Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek, és áldja meg ezt a keresztet. Amikor Jézus Krisztus mielőtt megszületett volna, akkor egy hatalmas várakozásban volt a világ. És ez az adventi várakozás ennek a végpontján volt tulajdonképpen az a csodálatos örömteli esemény, amikor Isten fia testet öltött és eljött ebbe a világba. Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük, bár ha valakinek olyan üzenetet küldünk, hogy boldog születésnapi ünneplést kívánunk, akkor sokan megrökönyödnek, hogy hát milyen születésnapi ünneplés, kinek is van egyáltalán születésnapja. Pedig valójában a karácsony a legnagyobb születésünnep számunkra, a keresztények számára, de sajnos manapság sokan hajlamosak erről megfeledkezni. És gyakran felmerülhet a kérdés, hogy amikor születést ünneplünk, akkor miért egy keresztet állítunk, miért Jézus szenvedésére emlékeztetjük a honfitársainkat, illetve miért ez az a jelkép, amelyet ilyenkor is az utcákra, mint egy felkiáltó jelként kiállítunk. Azért ezt a jelképet választottuk, mert a kereszten mutatkozott meg a legnagyobb szeretet, amelyet Jézus Krisztus értünk az ő kereszt halálával hozott. Ennél nagyobb szeretetet, mint hogy az életét adja a mi bűneinkért, nem lehet kifejezni. És ezt a szeretetet leginkább a kereszttel lehet megmutatni. János evangéliumában olvashatjuk, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Jézus megszületése és megváltó szenvedése tehát nem választható el egymástól. Azért jött el közénk, azért született erre a világra, hogy az életét a kereszten szeretetből elveszítse a mi bűneinkért. Boldog születésnapi ünneplést kívánok tehát mindenkinek karácsonykor, és ebben a szellemben próbáljuk meg a lelkünket felkészíteni erre a szeretet ünnepre.